Sziasztok, a nevem Karolina, üdvözöllek a YouTube csatornámon. Ma a Barátok közt első epizódját fogjuk együtt megnézni, és miközben nézem, persze fogok róla nektek beszélni, mondok nektek dolgokat, amiket észrevettem benne, és megpróbálom egy kicsit humorosabbá tenni az egészet. Mikor ezt felveszem, már valószínűleg olyan 15-ször láttam az epizódot, csak hogy minden kicsi részletet biztosan észrevegyek. A Barátok közttel őszintén szólva semmilyen kapcsolatom nincs. Mindig is a Jobban-Rosszban néztem gyermekkorom óta. Véletlenül néha átkapcsoltam az RTL Klubra, és kb. Tudom, hogy a legelső epizódoknak a szereplői hogyan néznek ki. Talán 10 évvel ezelőtt láttam ezt az epizódot utoljára, és ahogy megnéztem az epizódot, tudtam, hogy videót kell csináljak róla. Majd meglátjátok miért. Annyit fogok háttérinformációnak elmondani, aki nem tudja, hogy a Barátok közt az RTL Klub egyik sorozatja, és 1998. október 26. óta fut az RTL Klubon, és nem sokára véget ér. Valójában úgy is kezdődött ennek a videónak az ötlete is egyben, hogy olvastam, hogy a Barátok közt véget ér, és el se hittem, hisz 1998 óta folyamatosan minden nap van egy epizód, elképesztő. Szóval szerintem vágjunk is bele az első epizódba. Az első jelenetben egy család érkezik meg egy ház elé, amiről megtudjuk, hogy egy hotel vagy egy motel szerűség. Ez a család Berényi András családja. András, Zsuzsa és a két gyermek, Dani és Kata. Már az elején nagyon vicces minden ebbe a sorozatba. Ahogy megérkeznek, az anya, a feleség azt mondja a férjének, akit megtudjuk, hogy Andrásnak hívnak, hogy remek munkát végzett a házzal. Na, mi a véleményed? Jól néz ki? Remek munkát végeztél, András. Aha. Őszintén megmondva, ez a legférfiasabb válasz, amit valaha hallottam, akármire is. Aha. Aha. A következő jelenetben megérkezünk a motelnek az előső udvarába. Ahogy látom és ahogy értem, a motel, vagy ez a hotelféleség félkör alakú, és belül van egy udvarszerűség. És innen megérkeznek. Itt érkezik meg a következő nagyon humoros jelenet, amit nem is értettem, mi történik. Látunk egy idősebb bácsit, amint felemel egy fotelt. Feltételezhetőleg, hogy vagy bevigye a szobá a házba, vagy pedig kivigye az udvaron kívül. Nem tudjuk meg, mivel az idősebb bácsi fájdalmában felkiált. Ezzel véget is ér ez a szál. Soha többet a sorozatban, legalábbis az első részben nem tudjuk meg, hogy mi volt ez az egész. Annyira összezavarodtam legelején, hogy miért mutatták ezt be. Hát láthatólag semmiért. Csak be akarták tenni, hogy az idős bácsinak fáj a háta, és ennyi. És a következő pillanatban már be is vonul a család. Ekkor a családapa köszön Józsinak, akiről megtudjuk, hogy valószínűleg köze van az építkezéshez. Józsi azt mondja, hogy nem minden van rendben a házzal. Miközben az apa elmegy megnézni, hogy mi a probléma a házzal, az építkezéssel, az anya azt mondja, hogy be kell menjen a motelbe, mivel Gabi várja, ez egy új szereplő lesz, majd megtudunk később dolgokat róla, és el is mennek ebben a pillanatban. Mielőtt bemennének, az feleség megemlíti a férjnek, hogy minden buliról elkésik, amire a férfi ezt válaszolja. Ne rontd el a kedvem, minden buliról elkésel. Ma este ez másképp lesz, ígérem. És őszintén szólva, hölgyeim, hogy férfi bármikor is ezt mondja neked, hazudik, és meg is látjuk később, hogy ez igaz lesz. A következő jelenet az egyik talán kedvenc jelenetem. Ez az egész jelenet sorozat, ami következik, talán az egyik kedvencem lesz az egész epizódban. Ebben a pillanatban Zsuzsa és a két gyermek bemennek a bisztróba, ameddig az apa pedig elmegy ellenőrizni az építkezést. Ahogy beérkezik Zsuzsa a két gyerekkel a bisztróba, már kész vagy? Meg kell említsem, hogy nagyon humoros, mikor azt mondja, már kész vagy, körbenéz, és semmi nincs a bisztróba két. A székek üresek, nincs díszítés, nem tudom, semmi nincs benn. Még ott van a vödör, ha látjátok, a vödör is ott van a szék mellett, de a nőnek az első kérdése, hogy már kész vagy? Láthatólag nincs kész. És meg kell említsem, hogy ez a Zsuzsa szereplő folyamatosan közbeszól, miközben mások beszélnek. Értem, hogy ezzel valószínűleg azt akarták elérni,
hogy kicsit valóságosabb legyen a beszélgetés, mivel a valódi életben is gyakran közbeszólunk, miközben mással beszélgetünk, szóval félbeszakítjuk a másikat. Viszont ez a szereplő folyamatosan közbeszakít mindenkit. Ne féljetek, adok nektek munkát. Gyerekek, itt az új főnök. Itt is láthatjuk, mikor Gabi azt mondja, hogy ne féljetek, adok nektek munkát. De se fejezi a mondatot, és Zsuzsa egyből elkezd, gyerekek, itt az új főnök, ami a legidegesítőbb hangon mondja, amit életemben valaha hallottam. A következő pillanatban is rögtön félbeszakít valakit, méghozzá saját fiát, Danit. Tessék, dolgozzatok! Mi van benne? Eljetébb! Alig, hogy megfogja a fiú a dobozt, az anya már egyből, el ne szakítsd! De az a vicces, hogy a fiú megkérdezi, hogy mi van benne, szóval még a fiú azt se tudja, mit fog, de az anya már, el ne szakítsd! Meg kell jegyeznem, hogy az epizód során az az egyetlen szerepe a fiúnak, hogy egyik helyről másikra vigyen dolgokat, és hogy csicskáztassák az egész epizód során. Nagyon humoros, azt hiszem olyan négyszer megtörténik, és semmi más nem csinál az egész epizód alatt a fiú, mint hogy egyik helyről a másikra visz dobozokat, vagy különböző dolgokat, és tényleg csak ennyi a szerepe. Ez a legelső pillanat, mikor ez megtörténik. Megtudjuk, hogy Zsuzsa azt szeretné, ha Zoltán felvenné Gabit üzletvezetőnek. Most azt kérdezed magadtól, ki ez a Zoltán? Én is azt kérdeztem magamtól, ki ez a Zoltán, mert csak beadják ezt a nevet semmilyen háttér nélkül. Elmondom előre, hogy Zoltán Zsuzsának, a férjének a testvére. Ebben a sorozatban a Berényi testvérek a főszereplők, mondhatom, legalábbis az első évadban, ha jól tudom. És a három Berényi testvér András, Miklós és Zoli. És erről a Zoliról van szó itt. Mikor erről az üzletvezető szerepről beszélnek, Zsuzsának a lánya Kata megszólal, és azt kérdezi, hogy miért izgatott emiatt a munka miatt, hisz hasonló munkát bárhol találhat. Őszintén, ez a Kata szereplő az egyik legreálisabb az egész első epizódban. Minden egyes mondatát imádom, egyszerűen humoros mindent, amit mond, és nagyon realista, és mindig csípősen odaszól a körülötte lévőknek. Hát nem akarsz segíteni? Nem. Hogy lehet finom, ami olcsó? Mit izgulsz ennyire? Ilyen munkát bárhol talál. Ezután megismerünk egy másik szereplőt, és őszintén hagyom, hogy a szereplő bemutassa önmagát, mert ez a legviccesebb dolog, amit életemben láttam, őszintén, bármilyen sorozatban. Szevasztok, srácok! Kezdődhet a buli, itt van Laci bácsi! Itt van Laci bácsi! Amióta ezt hallottam, folyamatosan idézem, hogy itt van Laci bácsi, akárhányszor megérkezek, akárhova. Elképesztő, hogy az elmémben vésődött. Sziasztok, itt van Laci bácsi! Meghoztam a piákat is. Dani, gyere! Újabb pillanat, mikor Dani csak arra jó, hogy dolgokat hozzon egyik helyről a másikra. A következő jelenetben az építő, akivel megismerkedtünk az első jelenetben, beszél Andrással, és csak elindítom a következő jelenetet. Itt vannak az ablakok. Látod a tömítést? Nem látom. Mert nincs. Mert nincs! Őszintén nem tudom eldönteni, hogy humorosnak szerették volna az egész első epizódot, vagy sem. Úgy érzem, hogy nem akarták, hogy hasonlóan komikus legyen, hanem tényleg csak ez volt a szöveg, de viszont a szöveg annyira semmilyen, hogy nincs más, mit mondjak, csak őszintén végignevessem az első epizódot. Ebben a jelenetben megtudjuk, hogy akárki is adta pénzt erre az építésre, és akárki is úgymond finanszírozta. Jó minőségű építőanyag helyett olcsót használt, ami nagy probléma lesz. Ebben az epizódban arra jövünk rá, hogy a három Berényi testvér az, aki felelős ezért a hotelnek a felújításához vagy építéséhez. Nem tudjuk meg, hogy felújították-e, vagy teljesen a semmiből építették-e. De András az, aki adta a terveket, vagy hasonló. Nem tudjuk meg pontosan. Miklós az, aki beszerezte az építőanyagokat, és Zoli az, aki finanszírozta az egészet. És András, ahogy megtudja, hogy olcsó anyagokat használtak, egyből szeretne testvérével Miklóssal beszélni, ami egy következő jelenetben fog megtörténni. Ugyanitt megismerkedünk három másik szereplővel, Magdi, Vilmos és Mónikával, viszont nem igazán történik velük semmi ebben az epizódban. A következő jelenetben Laci, vagyis Laci bácsi, és a fia Csaba
üvegeket vesznek ki a csomagtartóból, és közben beszélgetnek. És a beszélgetés során felkerül témába az, hogy Csaba nem szeretne egyetemre menni, mivel nem szeret tanulni, és nem igazán érdekli semmi. Azt is megtudjuk, hogy az anya, Csabának az anyja folyamatosan erőltetné, hogy a fiú egyetemre menjen. És miközben erről van szó, ezt a csodálatos jelenetet kapjuk. Szerintem a tanulás nem helyettesíti a tapasztalatot. De a tapasztalat sem helyettesíti a tanulást. Fogalmam sincs, ez mit jelent. Ha valaki értette, légy szíves, írja meg a kommentbe. Mert nagyon érdekel. Ugyanebben a jelenetben megérkezik Dani, és csodák csodájára újra hozzávágnak egy dobozt, hogy egyik helyről a másikba vigye. Csaba, nekem kell mindent csinálnom. Csak még ezt az egyet. Szóval... Megjegyzem, hogy az előző jelenetben Laci megkérte Danit, hogy segítsen neki. Viszont a következőben, ebben a jelenetben Laci külön beszél fiával, Csabával, és a fiú külön, és Dani, a fiú külön érkezik meg. Közben félúton ott hagyta, vagy előre szaladott, és közben elkezdett beszélni a fiával. Hol volt Dani mindeddig? Mert nem értjük, együtt távoztak el, látjuk az előző jelenetben. Szóval fogalmam nincs, mi történt itt. Csaba és Laci behagyják az italokat, amit a csomagtartóból vettek ki a bisztróba. És a következő jelenetben Csaba és Kata beszélgetését láthatjuk. Őszintén, mikor láttam ezt a beszélgetést, nagyon-nagyon furán érintett, nagyon érdekes beszélgetés, és olyan creepy az egész dolog. Nem hiszem, hogy az volt a lényeg, hogy megrémesszék a nézőt, viszont a fiúnak a flörtölése nagyon-nagyon ijesztő és creepy, és meglátjátok. Régen láttalak. Nem tudod, mit veszítettél. Tényleg? Például mit? Nem vagyok már kisgyerek. Igaz, már 15 is elmúltál. Őszintén nem tudom, mit mondjak erre, csak fura, mindegy. Miközben a két fiatal beszélget, Gabi és Zsuzsa az italoknak a minőségéről. Ekkor Gabi megkéri Danit, hogy menjen a hátsó szobába és csináljon valamit. Dani, menj be számod meg, hányra kezd mondani. És ugye Dani újra kikerül a jelenetből. Azt is megtudjuk, hogy azért van ennyi ital a bisztróban, mert aznap este egy ünnepség lesz, melyben nem csak a hotelnek a felújítását, vagy a nyitását ünneplik, hanem Berényi Zoltánt is megünneplik. Kata és Csaba a következő jelenetben az udvaron vannak, és arra beszélgetnek, hogy elmennek-e az aznap esti bulira, mikor megérkezik egy férfi az udvarra, és megkérdezi, hogy hol van Berényi Miklós. Csaba elmondja a férfinak, hogy hol található Miklósnak az irodája, és a férfi elindul az ajtó fele. A következő jelenet nagyon fura ezzel kapcsolatban. Lejátszom először, és utána megbeszéljük miért. Fent van az irodája az emeleten. Ő az udvariasság. Aha, na most akkor jössz, vagy nem? Talán. Nézzétek! Szóval a következő jelenetben megérkezik egy szőkehajú fiú. Ez a jelenet rögtön azután következik, miután a férfi bemegy az ajtón. Szóval legelőször, mikor újra néztem az epizódot, nem igazán voltam figyelmes, és láttam, hogy ugye az egyik férfi bement, és a másik jött az ajtón rögtön a következő vágásban, szóval azt hittem, hogy ugyanarról a szeméről van szó. De aztán eszembe jutott, hogy a személy egy öltönyben volt, és mentem visszanézni, és rájöttem, hogy milyen rosszul lett vágva ez a jelenet, szörnyű, mivel a nézőt összezavarja a nézőpont, miszerint a férfi bemegy az ajtón, és a következő jelenetben ugye egy másik ajtó nyílik, és egy teljesen másik szereplőt mutatnak be. Szóval ez a szereplő Ákos, Zoltánnak a fia, akinek az a szerepe, hogy ő az imó gyerek, akit nem értenek meg a szülei, és akit senki sem szeret, és az egész epizódban csak végig duzzog. Mikor Zsuzsa megemlíti, hogy meglepődött, hogy Ákos megjelent, a fiú ezt válaszolja. Mi csak nem vártunk. Micsoda véletlen, az apám sem. Megértelek, Ákos. Teljes mértékben megértelek. Megtudjuk, hogy Ákos egy órája szállt le a vonatról, és úgy beszélték meg az édesapjával, Zoltánnal, Zolival, hogy a férfi kimegy érte a vonatállomásra, viszont ez soha nem történt meg. És hogy még jobban összezavarjanak ezután, a következő jelenet
az öltönyös férfi és Miklós beszélgetése lesz. Megtudjuk, hogy Miklósnak nem az összes üzlete legális. Vagy legalábbis tudjuk, hogy valami shady történik a háttérben, és valami nem úgy működik, ahogy kell. Meg kell jegyezzem, hogy a két Berényi testvér, mivel Zoltánt nem fogjuk látni az egész epizód során, teljesen másképp néz ki. Szóval András egy mindennapi 40 éves körüli, vagy talán 30, ki tudja, férfinek néz ki, és nagyon átlagos, magas, barna hajú. Viszont Miklós úgy néz ki, mintha Vlad Cepes és Keanu Reeves gyermeke lenne. Miután az öltönyös férfi elhagyja Miklós irodáját, András és Miklós elkezdenek beszélgetni arról, hogy Miklós nagyon sok pénzt megspórolt az építőanyagokon, és ez neki nem tetszik. Ezért András úgy dönt, hogy felhívja Zolit, aki, ha jól értjük, finanszírozta ezt az egészet, és megbeszéli vele, hogy mit tett a testvérük. Rájövünk, hogy ez a Zoltán nagyon fontos ember lehet, mivel van sofőrje, és folyamatosan üzleti megbeszélés alatt van ebben az epizódban. Akár egyszer valaki felhívja, sohasem ő veszi fel, hanem mindig a sofőr, és mindig a sofőr elmondja akárkinek, aki hívta, hogy nem elérhető ez a férfi. Meg kell említsem, hogy nem látjuk az arcát Zoltánnak egyáltalán az epizód alatt. Egy ugrás történik, újra a bisztróban vagyunk, ahol Zsuzsa és Ákos beszélgetnek az esti buliról. Mikor Zsuzsa rápróbálja venni Ákost, hogy menjen el az aznap esti bulira, ezt a gyönyörű jelenetet kapjuk. Bulira. Zsuzsa, ne erőlködj. Senkinek sem fogok hiányozni. Ha előkerül az apám, nyugtasd meg. Biztos nagyon aggódik miattam. Nem tudom, hogy csak nekem tűnik-e hirtelennek, ahogy a fiú feláll. Mondom, mikor legelőször néztem ezt az epizódot, nem figyeltem túlságosan oda, és arra lettem figyelmes, hogy a szőke fiú felpattan a székéből, ami meg is ijesztett, mert csak ennyit látunk őszintén, ha visszamutatom nektek, hogy a fiú beszél, és egyszer csak így teljes testéből megmozdul és feláll, és így kihalad az ajtón. Aggódik miattam. Ahogy Ákos elhagyja a jelenetet, megérkezik András, és egy rövid beszélgetés után valami nagyon érdekeset tudunk meg. Legalábbis nagyon érdekeset kezdünk el sejteni, mivel egy adott pillanatban András megcsókolja Zsuzsát, és Zsuzsa nagyon furcsán reagál erre a csókra, és később megtudjuk, hogy miért. Szerintem ez elég jól lett megtervezve. Következő jelenetben egy testvérpárt látunk, akik civakodnak egy naplón, ami valószínűleg a lánynak a naplója, és a fiú hangosan olvassa fel. A suliba találkoztam Beával és Melindával. Kinga még mindig totál bele van zúgva Marciba. Úristen, húgi, ez dögunalmas. Egy naplónak súlyos titkokat kell rejtenie. Hol vannak itt a sikamlós részek? Unalat. A jelenet nagyon fura magában véve, egyszerűen unalmas, többet tart, mint amennyit kellene, de nem az a lényeg. A lényeg az, hogy ugyanebben a pillanatban megérkezik Miklós, és kérdőre vonja Józsit, hogy miért mondta el testvérének, hogy olcsó alapanyagokat használ. A vágás ebben a jelenetben újra szörnyű, és ezt a csodálatos dolgot kapjuk ismét. Vissza! Különben nem tudom, mit csinálok! Mi folyik itt? A következő jelenetben Laci megjelenik Gabi garzonyában, amit megtudjuk, hogy a hotelben van, szóval a lány ott fog élni. Laci és Gabi arról beszélnek, hogy Lacinak a mostani barátnője, Réka, ott hagyta Lacit, és a férfinak nincs hol élnie, és ezért szeretne a lányhoz beköltözni. Ugyanebben a jelenetben megérkezik Csaba az édesanyjával együtt Nórával. Nóra Lacinak az ex-felesége. Miután Laci elmegy, Gabi és Nóra beszélgetéséből megtudjuk, hogy a múltban Gabit valamilyen szerelmi szál kötötte Lacihoz, és a nő többször megpróbálta változtatni Lacit, viszont sohasem sikerült neki, és az, hogy a férfi most vele akar lakni, teljesen rossz élményeket és emlékeket hoz elő Gabiból, és a lány nagyon ellene van. Ez a jelenet nagyon hirtelen véget ér, és a Hotel Amadeuszban találjuk magunkat, ahol Laci és Ákos találkozik a hotel recepcióján. Egy nagyon rövid beszélgetés után, ami őszintén jelentéktelen, Laci megkérdezi a recepcióst, hogy Zoli elérhető-e. Ekkor az egyik legösszezavaróbb információt tudjuk meg,
A recepciós azt mondja, hogy a feleségével van Zoli. Erre persze Laci azt hiszi, hogy Klaudiával van, mivel megtudjuk, hogy a Zoli felesége Klaudia. Nem láttuk még ezt a szereplőt az epizódon belül. Viszont a következő jelenetben, miután Ákos elmegy, és Laci az a recepción vár, nem más, mint Zsuzsa jön ki a hotelnek az egyik szobájából, és nagyon, nagyon feltűnően elhalad Laci mellett, és persze Zsuzsa észre sem veszi, hogy Laci ott van mellette, amikor körülbelül 10 centiméterre vannak egymástól a nagyon vicces ez a jelenet is, őszintén szólva. Zsuzsa valószínűleg Zolinak a szeretője, mivel egy későbbi jelenetben nagyon úgy reagál Zsuzsa egy beszélgetésre, amiből megtudjuk, hogy valószínűleg ő a szerető. Következő jelenetben már este van, és a buli időpontja. Mindenki összegyűlik a bulinak a helyszínén, kivéve Zoli, aki most sem jelent meg. Újra kapunk egy csodálatos Dani jelenetet, melyben immár Dani, mint pincér, vesz részt a bulin, mert persze szegény gyerek nem jelent semmit az egész családban. Apa, most egész este ezt kell csinálnom. Ez mi van? Kevesed a borra valót? És ugyanebben a buli közben megérkezik egy váratlan vendég, méghozzá Klaudia, Zolinak a felesége. A nőnek a megérkezése és az egész jelenet életet ad nekem, őszintén megmondom. Oda nézzetek! Klaudia. Miközben Klaudia és Zsuzsa beszélgetnek, kiderül, hogy Klaudia azért van ott, mert szeretné megtudni, hogy ki Zolinak az új szeretője. És ugye itt tudjuk meg, amiről előzőleg beszéltem, hogy valószínűleg Zsuzsa az a nőnek a reakciójából tekintve. Én Zoli szeretőjére gondoltam. Melyikre? A legújabbra. Arra számítottam, hogy itt lesz. Ne félj, nem fogok jelenetet rendezni. De úgy látom, hogy nem jött. A vendégek megunták, hogy Zoli után várjanak, ezért András egy toastot mond mindenkinek a nevében. Összekötve ezzel a jelenettel megtudjuk, hogy Zoli épp úton van a buli felé, miközben az autóját elkezdi követni egy másik autó. Ebben a pillanatban kontrasztba kerül a két jelenet, mivel az egyikben András arról beszél, hogy mennyire örvendenek, hogy kész lett ez a hotel, és mennyire hálásak Zolinak, miközben Zoli elkezd az életéért harcolni, mivel egy az autója mögötti autó elkezdi lesodorni Zoli autóját az útról. A két jelenet folyamatosan váltja egymást, ami őszintén elég jól lett megcsinálva, nagyon tetszett. És egy adott pillanatban azt látjuk, hogy Zolinak az autóját teljesen lesodorják az útról. És az egyik legtökéletesebb baleseti jelenetet kapjuk meg. Fogalmam sincs, mi történik. Meglátjátok. Azzal fejeződik be az epizód, hogy Zoli söförét látjuk, amint autóbalesetben szenvedett és vérzik a feje. Ez volt az első epizód. Elképesztően érdekesen volt megcsinálva, persze felfogom, hogy 1998-ba készült, de viszont nincs túl jó véleményem róla. Meglátjuk következő videómban, melyben a Barátok közt első epizódjáról fogok nektek beszélni, és arra reagálok, hogy mekkora nagy különbség van a két sorozat között. És persze nem csak arról beszélek, hogy az egyik 1998-ban, a másik, ha jól tudom, 2004-ben, 2003-ban, került a nézők elé, viszont a színészkedésben is hatalmas különbség van. Ahogy meglátjuk, a Jobb-Rosszban szereplői jobb színészek, mint a Barátok közt. A Barátok közben úgy tűnik, hogy színházi színészeket vettek fel ezekre a különböző szerepekre, és nagyon meglátszik a beszédjükből, hogy a színházi színészkedést tanultak, mivel túl dramatikus, és egyszerűen nem a legjobb. Persze el kell mondjam, hogy a videó teljes mértékben saját véleményem alapján készült, és fair use alatt készült el, szóval azért mutattam be a klipeket, hogy egy kritikát mutassak be róluk.
Reméljük az RTL Klub nem fogja levenni a videómat, mivel nagyon ideges leszek, hisz fair use alatt használtam mindent. Persze ez mindig egy lehetséges opció. Remélhetőleg nem történik meg, és azt is meg szeretném jegyezni, hogy nem akarom ezzel a videóval a színészeket gúnyolni. Szerintem a szöveg nagyon rosszul lett megírva, és a különböző jeleneteket nem filmezték le elégszer. Nagyon fura videókat hagytak benne a végső vágásba. Jelenleg úgy érzem, hogy a színészeket jól válogatták meg a szerephez, viszont érthetetlen az, hogy mi történik a legelső epizódban. Azt hiszem, az ötödik végignézés után jöttem rá, hogy pontosan miről is van szó, és hogy ki kivel van egy kapcsolatban, mivel nagyon sok szereplőt mutatnak be az ilyen első 15 percben, és utána meg csak folyamatosan vissza kell emlékezni, hogy ki is, ami első epizódban egy kicsit idegesítő. Ez volt az első epizód, remélem tetszett, remélem ti is olyan jól szórakoztatok rajta, ahogy én, mikor legelőször megnéztem. Következő videómban a Jóval rosszban első epizódjára fogok reagálni. Nemrég kezdtem el utána nézni és írni a szöveget, és annyi emléket hozott elő, mivel imádtam ezt a sorozatot gyermekkoromban. És nagyon nagy kontraszt van a két sorozat között, azt is meg kell említsem. Meglátjátok. Köszönöm, hogy itt voltatok, gyertek vissza a következőre is. Sziasztok!